2014-ben rendezték meg először a Varga Balett berkein belül a koreográfus versenyt, amely az elmúlt 8 alkalommal évről évre egyre nagyobb népszerűségnek kezdett örvendeni a növendékek körében. A házi verseny remek alkalmat teremt arra, hogy a fiatalok megmutassák az eddig tanultakat ötvözve a saját ötleteikkel. Idén 2 felvonásban mutatkoztak be különféle formációkban, csoportos, duett és szóló felállásban. Idén 60 növendék jelentkezett, ami nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog. Azt gondolom, hogy egy ilyen időszak után nagyon szeretnénk színpadra menni, színpadra jutni, hiszen nem lehetett, és online oktatásaink voltak, és ez egy fantasztikus lehetőség a gyerekeknek, fantasztikus lehetőség nekem, hiszen láthatom a munkát, láthatom más szemmel, és egy csodálatos visszacsatolás, hogy hol is tartunk. És 3 korcsoportban lesznek a gyermekek. Hozzátette, gyermek, junior és ifjúsági korcsoportokban léptek színpadra nevezők. Idén sem maradhatott el a szakmai zsűri, amelynek immáron 3. alkalommal tagja Szit Melinda, a Magyar Táncművészeti Egyetem mesteroktatója, aki nagyon jó kezdeményezésnek tartja a házi koreográfia versenyt, és megosztotta, milyen szempontok alapján értékelte a fellépőket. És ebben az a szép, hogy itt a gyerekek alkotnak, és a gyerekek dolgoznak önmagukon. Ami fantasztikus, mert így lemérhető az, hogy az oktatónak, amit átadott tananyagot, az valóban tudássá vált, tehát hogy a gyerekek tudják ezt alkalmazni, mert nyilván alapvetően ebből fognak kiindulni, de az, hogy ezt ők önállóan dolgozzák, ez mindig összehasonlíthatatlan azzal, mikor van hozzá egy balettmester, aki azért segít és tisztítja a folyamatot. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a legeslegelső szempont az az lesz, hogy mi volt az ötlet, az hogyan sikerült a gyerekeknek végigvinni, és hogy milyen az egésznek a színpadi kisugárzás, úgyhogy többféle szempont lesz. A Behán testvérpárt a Desperado című film ihlette meg, mivel a családjukban ez nagy kedvenc. Nagyon-nagyon szeretjük ezt a filmet, és anyukánk rengeteget nézte ezt, és imádta ezt a filmet. Előtte még volt egy csoportos ráncunk a Tikotikóval, és ez folytán könnyebb volt. Pásztor Blanka Viktória már rutinos nevezője a koreográfus versenynek, azonban idén saját magát is több kihívás elé állította. Ez volt az első év, amikor megpróbálkoztam azzal, hogy egy egész csoportra csinálok egy táncot. Nagyon furcsa volt eleinte egyedül bemenni a terembe és gondolkozni, hogy ez vajon hogy fog kinézni 10 emberen, vajon ez időben hogy fog megvalósulni, hogy a zenébe vajon odaérünk-e arra a helyre, ahogy én azt kitaláltam. De nagyon gördülékenyen mentek a próbák, és nagyon segítőkész volt mindenki, és hihetetlen hamar betanulták a csajok, úgyhogy szerintem jól ment. A rendezvény végén kihirdették, hogy mely produkciók érdemelték ki az arany, ezüst vagy bronz minősítést. A legjobbak tovább jutottak az országos táncművészeti verseny elődöntőjébe, amelynek jövő évben Makó ad otthont.